Nyilván a rozékkal a pincék már egy része már piacon van, egy része meg majd még piacra fog kerülni. Hát a vörösborok azok meg hát azért általában minden egy évet szoktak érlelődni. És ezután derül majd ki végérvényesen az igazság a 2018-as termésről. Ezek a rózsák harmadszor virágoznak a szőlő közelében, ami jelzi, az időjárásra tavasz óta nem nagyon lehetett panasz a szekszárdi szőlőkben. Az ide gyakorlatilag befejeződött, a termés több mint 95%-a a pincékben van, mondta Bősz Adrián, a hegyközség elnöke. Most úgy érzem, hogy 17 még, egy icipicit talán erősebb, de ez a 18 nagyon-nagyon a nyomába van. Viszonylag jók lettek a mennyiségek is, nagyon szép egyensúlyos paraméterekkel sikerült a szőlőket szüretelni. A 2400 hektáros termőterületen átlagosan 77 más a szőlő termet. A borvidék elnöke azt is elmondta, az időjárás kedvezett a szőlőnek, az egyhetes szeptemberi hűvösebb időszakot a Cabernet és a kékfrankos is jól átvészelte. A hosszabb meleg időjárás miatt az idei borok mediterránabb jellegűek lehetnek, mint a 15-ös vagy a 16-os évjáratokban, de megőrzik majd a szekszázi stílus jegyeket. Kiemelkedően jól működött ez idei ebben a kékfrankos, ami azért nagy öröm számunkra, mert szekszárnak az egyik legnagyobb felületen telepített fajtájáról beszélünk, és hát ez az évjárat ez megint csak igazolta, hogy abszolút megtalálta a helyét itt Szekszárdon, és lehet rá stabilan építeni. A hosszú ősz azt is eredményezi, hogy a tőkék most önmagukat építik, és megerősödve jobban vészelhetik majd át a telet, ami egy jó alapul szolgálhat a következő évre.